Szevasztok srácok, Zomolyk, üdvözlök mindenkit, és mielőtt elmennék megszabadulni az őrült zseni nevű hajviseletemtől, vagyis hogy elmennék fodrászhoz, úgy gondoltam, hogy játszunk egy kis Shuffle Rogue-ot. Régóta kéritek tőlem, meg régóta ígérem, hogy játszunk egyel, és azzal, amiben van a kollekciómban, és amivel a barátikat szoktam menni, az látjátok, hogy csomó mindentől kikap, van, amikor tud nyerni, viszont ez most egy Top Legendből érkező pakli, ami azt hiszem Kitennek a deckje, és talán Kivian Bacon is játszott vele, de én nem ott láttam, hanem hardpónos ajánlásból, de ez megint egy másik tészta, gyertek és nézzük. Íme a lista, ami elő is állt. Ugye ez egy teljesen más dolog, mint amivel én játszottam. Myra az Unstable Elemental játszik, Druid ellen ugye szépen Mossy Horrorral, Sprinttel, és hát egyébként az Espionásból egyetlen egy darabot játszik, ami kimondottan érdekes, viszont hogyha ez összejön mondjuk az elekkel, akkor igazából amúgy is mindegy, főleg hogyha mondjuk adott esetben dupla elekkel tud összejönni. Játszunk Kelezettel, ami önmagában egy kicsit fura, főleg hogy bár mondjuk, ja, a Kelezettet, hogyha játszunk kettőn, az teljesen jó. Úgyhogy a decknek a kezdése az ilyen tempós, aztán Kelezett, és akkor utána itt így várjuk a csodálatos lapokat, hogy felhúzzuk, és hogyha esetleg nem húzzuk fel, akkor még mindig itt van a Myra, amivel így tudunk valamit csinálni. Úgyhogy ez, ami most következő fog. Gyertek, nézzünk be létrára vele. És természetesen egy jó udvarior, vagy hát valami hasonló. Wow, azért ez meglepően jó kezdés. Én azt mondom, hogy ezt megtartom. Tehát egy coinnal, SI van nálam második körre, vagy simán csak Firefly, Kelezett, izé... Attól én nem tudom erre azt mondani, hogy hát köszönöm, kérem. Bár egyébként a Kelezett talán... Picit hasznosabb, hogyha az Espionás után kijön, de igazából lényegtelen, mert semmi se garantálja, hogy nagy lényeket fogunk kapni az ellenféltől, de olcsókat, ez biztos. Ő azt hitte, hogy ott a történet, és akkor így... Az egyetlen kérdés... Ugye nem tudom, visszahúznak el ezetet. Pedig izgalmas lenne nagyon. Ez lehet ez száj. Hát így is úgy is kettőt fog sérülni. Mi van, hogyha itt elsprintelek? Ahhoz ki kell játszom 3 lapot és húzok bele 4-et. Azt mondom, hogy menjünk rá. Na, legalább egy elekünk van. Na hát, a világ összes armorját már begyűjtötte a barátunk. Jaja. Jó, ez valószínűleg akkor a Faldorei. Van bármi értelme nem beleütni? Van. Ezt van, Kelezettet még megtartjuk, de úgy, azt meg úgy is trédelni fogja, úgyhogy igazából mindegy. Ugye az a baj, hogy a Minstrellel tudunk húzni, de csak lényeket. Wow. Mert ez minőségi amúgy. Mi van, hogyha ez megint egy Strider? Csak így magában. Meg kirakjuk ezt, mert nagy. Azért egy mana 2-3 az szerintem elég jó mindenféle negatív utóhatás nélkül. Wow. Azt hittem eljön arcra komolyan. Már megijedtem. Hogy itt valamit, hogy megváltoztak most a varjorok, de nem. Jó, kicsit bételjük a srácot, jó? Tehát, hogy rakjon ki valami nagyot, ez a cél most. Ja. Mondjuk, hogyha nála van a Dr. Boom, az most kimegy. Ugye a coin nálam volt, tehát, hogy... Ja,
Wow. Micsoda. Micsoda húzás. Kérdés, hogy ezt megcsináljuk, de szerintem nincs oka, miért ne csinálnánk meg. Ugye ez brawl pozitív valószínűleg, de ugye nem asztalról akarunk nyerni alapvetően. Nyilván, hogyha nincs nála brawl, akkor kb. Nyerünk, de vagy hát végre leütjük az arvorokat, de ez brawl nyilván. De amúgy kijöhetne már ez a rohadt Myra's, vagy nem is a Myra, hanem mondjuk az espionázs. Az most nyomhat Hero Power, de az... Wow. Azért sokat nem csinált volna. Az inkább. Jó, a deckhand az jó. Hát és Toastot itt megidézi. Nem rakom ki a minstrelt. Vagy bételjünk ki még egy izét board clear-t. Mindig kibételtünk, mert legalább a minstrellel húzok olyan dolgokat, amik meg már... Ja. Elütöm, nem ütöm el. Mert hogyha van board clear-je, akkor annak most ki kell mennie. Reckless Fury, ilyesmi. Hát, vagy Giggling Inventor, ugye? Áú, az viszont rossz, mert ott... Ja, az ott meghal. Ez a Cold Blood, az sajnos semmit nem csinál. Szarul érzem magam attól, hogy Wild Spine-t használják így 1-2-re, úgyhogy nem is használom el. Az mindenképp megy. Ez is megy. Ez így a legjobb, nem? Nem. Na most a 2-1-et kihagyhattam volna, és elmehettem volna arcra, és akkor ez a Reckless-e nem lenne jó. Mert hogy ez most ugye Reckless-e gyakorlatilag a 2-2 maradt, csak font, ami meg megy. Ja, a Colliderrel bárhogy szar volt ez a board. Ó! Hát jó. Ja, így értem. Én nem értettem, hogy ennek mi értelme van, de így most már értem. Na végre. Bekeverünk Myra nélkül? Mondjuk bekeverhetünk teljesen egyetlen. Néztem, hogy elszámolom, de nem. Ütök egyet. Igazából mindegy, mert Reckless Fury-val így is úgy is rossz. A Super Collider-rel ugye nem halnak meg a srácok, csak az, amelyikbe beleüt. Na hát, és akkor arra a Slayer lesz, az elég jó lesz. Aha, igen. Igen, ez. Ez így kellemetlen. Ez Essay-ra jó, de mi van, hogyha... Wow, az úgy egyébként túl jó lenne. Csináljuk már meg csak ezt így. Meghagyjuk közöttük az 1-2-t, szerintem az jó. Nem hagyunk kint semmi ilyesmit. Ugye ez 9 asztalról, kézből meg 11. Az még messze. Ez itt 11-12 a max damage potenciálom. Ha leütöttem volna az armot és az 1-1-et felhagyom, akkor se lettem volna meg. Vagy akkor pont. De nyilván van nála leszedés, mert hogy neki az a dolga, hogy legyen nála. És ez így ugye... Ja, ez szép. ez egy nagyon hasznos lap, én azt hiszem. Megütjük Leroy-jal.
Mondjuk egy manáért tudnám a Leroyt kijátszani. Persze, rá kellett volna menni egyébként a 12 sebzésre, hát ha nem tudja megoldani. És akkor most a Bazilix-et szed? Wow. Igen, na és itt a probléma. Istenem, dupla boomship. Jó, hát ezt én nem nyerjük amúgy meg, de... Na jó, még várunk egy kicsit, jó? Nem ítélkezünk ilyen korán. De nyilván direkt adtam ki mind a két boomshipet, mert így... De jó ég. De hogy lehet ilyen fosul szerezni az espionázsból bármit? Tehát, hogy a leghaték, vagy legunalmasabb gondolító szar. És hogy belecsap? Igen, és azzal leüti, és megkap egy tauntot is egy nyilván. Na hát... Igen... Na hát így látjuk, hogy milyen remek dolgokat kaptunk volna. Ez összes szar, srácok. Na hát a rotfész egyedül nem. A rotfész konkrétan nem rossz. Király. Jó, és ez most már csak a poén része, tehát hogy... Rotface into rotface, hát a zseniális. Igen. Igen. A rotfészek még lehozhatnák, csak ugye az van, hogy én körönként elkezdek sérülni nagyon csúnyán. Jó, mondjuk ha... Ezt megcsinálhatjuk ugye ez a csodálatos Control Warrior taktika. És megcsinálhatjuk amúgy ezt. Na hát, a Celestia, az a bizonyos. lehet, hogy ez lehozza a srácok. Most viccen kívül, mert most nem tud nagy dolgot játszani. Életében először hasznos lesz a Celestia? Na, majd mindjárt meglátjuk. Hát ez égi küldött, vagy valami ilyesmi. Jó, oké. Hát, kaptunk egy minőségi BG Age-et, ugye? Jó, hát akkor ő meghal. Valószínű. Hát szerintem ő is. Most kirakhatom a Vorex-et, nem? Ja, a Vorex-et csak ezzel rakjuk ki, hogy ezzel üssünk már egy nagyot. Igen, egyébként ezzel a fegyverrel, amit elütöttem, azab nem lehetett arca menni, tehát nem volt letálunk. Mielőtt így valaki azt mondaná, hogy így miss letál zone. Na és akkor innen probléma van, ugye? Innen hatalmas probléma van, mert ugye... Gyakorlatilag az összes érték elfogyott a deckünkből, neki meg rengeteg van még. Közel voltunk, de...
De közel shottól kellett volna. Ja, hát és akkor ez innét itt tényleg rekt. Pedig állítólag ez a deck, ez High Legendet megjárt. Hát így nem úgy tűnik. Ez alapján. De amúgy sokkal szarabb decket nem kaphattunk volna. Tehát, hogy... Még persze valamelyik full aggro, de ezen kívül én nem tudom. És csak 20 percet sikerült eltölteni ezzel a fossal. Jó, na mindegy. Egyet még biztos, hogy játszunk. Jó, a druid ellen biztos, hogy szeretnénk felhúzni a Mossy Aurort. Hát mondjuk ez ebből egyik se az. A Slayer jó lehetett volna, ugye coinnal, még mindennel. Hát mert hogy mire én a negyedik körrel leszek, addigra ő ki tudja hol. Amúgy Fungal Lancer meg tudta volna nyerni a meccset nekünk egy csomó helyzetben. Csak hát ugye nyilván nem jött ki. Na de legalább itt van a májra. Na most már csak az espionásba kéne behúzni, meg az egyik elefántba. Ugye egyébként ez a gondom az espionásra, hogy... hogy konkrétan nem duplán rakja bele a lapokat, ha, tehát hogy nem kétszerezi az espionásnak a hatását az elek, hanem ugyanazt a lapot keveri be kétszer. És ilyenkor, hogyha szarlapot kapok, akkor szarlapot kapom meg kétszer, háromszor. Ugye a Fire Vorax-nél ezt láttuk. Coinnal kimegye a Fáldorej? Szerintem nem, hanem csak itt tempóból az Essay. Ez jobb, mint a coint elhasználni, mert most elhasználtam volna a coint és leteszem 27-re, akkor semmi nem történik. De az, hogy nálam van a coin, azt szerintem többet ér. És így most a Fáldorej ki tud menni, és következő körben... Wow. Wow. Hát... Igen. Ez így fos. Jó, az egyiket leszedjük. De az meg csak value trade-elni fog, az nem jó. Nem jó ez se, hogy... Mert most leszedi a Fáldorejemet, és akkor így sírunk. Belesprinten nem tudunk, mert a preppet eldobtam, pedig ezért az lehet, hogy keep lehetett volna. Wow, nincs nem az ultimate. Nurisból húzni. Micsoda régi vágású dolog ez. Mondjuk ez jó, mert így simán le fogom tenni a... Ó, hát és így csak az arc. Na jó, hát akkor itt viszont elhasználjuk a coint, letesszük a Squire-t. Jó. Ha, az új még jobb. Akkor lehet, hogy nem is teszem le a Squire-t, hanem ez csak így. És akkor most kiderül, hogy van-e nála a... Nature Lies, vagy ilyesmi. Aha. Ugye az felmérte, hogy az így 14 arcra, de hogy ezt meg fogja oda, nyilván van nála a Spell Stone, ezt azért csinálta. Wow! Dupla Swine? Ja nem, ez Spell Stone. Ez végtelen izgalmas egyébként. Nem teszem rá... nem. Ugye ez most lehet Plague. Ennél szélesebb asztalom nem lesz. Gondolkodtam rá, hogy kiteszem a Squire, de nincs rajta kelezett buff, meg semmi. És úgy egy-egyként, hogyha kijön a Plague, akkor az semmit tudom csinálni, és hát ez így is van. De hova húzol, főnök?
Ja, értem. Égetünk lapot? Nem égetünk lapot. Azok nem rosszak. És mondjuk most viszont tele van a kezünk. Akkor viszont... Csinek már még ezt így. Mert ez a fixel leszedünk egyet, ez szerintem nem rossz. Így most második plague nem fog jönni, mert csak kettőt rak neki, az meg neki semmit nem csinál, szerintem. Nyilván be lehetett volna tartani, de menjél már haza. Szóval a coldbloodot nyilván be lehetett volna tartani Leroyra, de nem hiszem, hogy az amúgy jó. Lehet, hogy nem ez az ötöt az meg így most meg. A prep sprintet nem hiszem, hogy el akarom tolni. Hirtelen. Nem ütök vele. Nem ütök vele, mert akkor meg... Wow! Akkor ez viszont tovag le. Végre kiderült. Én is megadja nekik a buffot. Ez több mint izgalmas. Ilyet, ezt meg tudjuk csinálni minden további nélkül, ez biztos. Csináltunk egy ilyet. Történt egy ilyen is. Félünk-e attól, hogy clear-el valahogy, de nem. Nincs nála másik, tehát tiszta vagyok vele, de így egyszerűbb lesz valószínűleg clear-elni, hogyha van is valami. Jó, második swipe az elég szar. Mert akkor így sok minden meghal. Ti konkrétan fél asztal. Igen. Na hát, és akkor nyert, ha jól látom a helyzetet. És az elek az semmit nem csinál itt sajátos módon. És a lényeg nem jött ki nyilván. Annak teljesen mindegy, hogy mit csinálok, mi? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ez így se úgyse élte volna túl, úgyhogy tök mindegy. De nagy részt meg meghaltunk, ugye. Mert most nyilván megcsinálhatja a tokvaglés dolgot, de sokkal több lapja van, mint nekem. És most lehetett volna olyan fatigosat játszani, hogy most akkor itt így mi történik, de... Nekem nem jött össze a nagy komolynek, össze kellett volna. Oké, okay, anti-tokvaglé dolog ez a Myres element, de... Nem érted, hogy... Ugyanazok a lapok lettek volna nála, mint nálam. Azzal meg semmit nem érünk. Ez megint ugyanaz a srác? Nem, mert az Lunára volt. Ja. Hát így meglepő következtetés, sokan játszanak druiddal. Szóval egyébként ebben nem gondoltam feltétlenül vele, hogy a Myres element azért tök jó dolog a Tokvagle ellen, viszont úgy, hogy nem húztuk ki a kombónkat, úgy semmit nem csinál sajnos. Tehát úgy, hogy az espionás nem volt benne a felhúzott lapokban, az úgy elég kellemetlen. De bezzeg a kelezet benne volt, ami buffolta van az üres deckünket. Mekkora kombó.
Gondoltam arra úgy, hogy itt most ez Queen és Cold Blood. És akkor vedd be az öt damázsokat főnök, de gondolom, hogy van nála. Vannak nála dolgok. Mondjuk a deckem nem rossz. Nem jutom el, mert chain-gengezni akarok. De hogy egy druid ellen a legjobb lap Mossy Horror még egyszer nem jött föl. Nem láttuk konkrétan. Se ebben a meccsben, se az előzőben, és még az előtte lévőben sem, pedig ott legalább haszontalan volt. És annyira jó lenne, ha felhúznánk a fungált, de nem fogjuk. Csak ezt fungál nélkül is meg kellett csinálni szerintem, mert egyszerűen csak jó tempó. Ennek egyébként semmi értelme nem volt szerintem. De végre egy jó kelezet. Ja, és itt most nem akarok overextendelni. Játsszuk egy kicsit körbe az MC-teket, hát ha nála nincs. Meg ugye nyilván a léget is. Jó, az nem tudom mit csinálni, igen. De miért csapkodod őket? Van nálad Starfall? Ja, ez eléggé azt mondja nekem, hogy ez Starfall pozitív. Oké. Lehetett volna ez Coin és Cold Blood. Az a baj, hogy egyébként, hogyha van nála most izé Plague, bár... De ez nyilván az, aki játszik Plague. És ez nem az, aki játszik Plague-gel, hanem aki Primordial Drake-gel játszik. Jó. Egyetlen gond, hogyha ez Lich King. Mert hogy ugye ő taunt. Vagy simán Hadronox, mert kiment már két tauntja biztosan. Igen, ott a Spellstone. Ja nem? Ja hát akkor csak Swipe Spellstone. Jó. Csodálatos. De akkor itt az ideje annak, hogy az espionás kijöjjön mondjuk, és magára rakja az összes armort a világon. Igen. Nem akartad az egyiket elhúzni esetleg? Jó, kirakjuk tempóból az eleket, nem tudok mit csinálni. Van belőle kettő, hát majd... Nem tudom. Reménykedünk a legjobban. Meg majd csak 8 HP-ra volt. És végig ott volt a kezében. Csak nem bízott benne. Wow. Kör végén? Yeah. Igen, Zom, miért nyomtad meg a Hero Power-t, nem játszottad körbe Harrison Jones-t? Így van. Így van. És nyilván. Most 12-t nem tudunk ütni kb. Sehogy. Most nincs nálam semmi ilyesmi. Jó, ezt beleüthetjük. Az ugye 6, hát nincs meg, nyilván számolhatom, de sehogy nincs meg.
Akarok négyet sérülni? Akkor a franc. Na jó. Akkor a franc, de... Meg, így legalább következik. Csak az a gond, hogy hadronox, és akkor így onnét, így nekünk reszeltek. Siaba van a deckemben egy csomó pók, meg minden. Nyilván, basszus, nyilván. De legalább adja nekünk a lapokat, ez milyen aranyos. Na, egy pók. Két pók. Három pók. Arachnofóbia indul. Wow, azért ez a fungál az most elég jókor jött. De mondjuk annak ellenére, hogy jókor jött a fungál, így semmit nem fog csinálni, még így sem. Mert most ide rakjuk a fungált, ez oké. Egyet le tudunk ütni vele. Vagy tudunk kettőt. Hát ez szájjal le tudjuk tenni az egyiket 10-be. Jó. Meg lehet csinálni ezt. Ezt fixen le tudjuk szedni az egyiket. Ez jó. Nincs nála nagy taunt, ezt láttuk ugye. Nem húzott másikat, ez a szar. Na most abban reménykedhetünk, hogy nincs nála Hadronox. Ha van nála Hadronox Naturalize, akkor sírunk. Ugye egy Naturalize kimentett. Elég valószínűtlen. Beveszi a tízest. Wow. Jó. Hát most itt mit mondjak magának? Tudom, sok értem volt a coint eldobni, de... Igen. 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 Én nem dobom a coint, akkor is csak ebből tudtam volna húzni egyet. Kicsába. Hey, lights out. Én ezt kirakom. Ja, a coin eldobás az nem volt a világ legjobb ötlete. Csak Myres Elemental számoltam egyből, és meg nem lett, meg hand size, meg minden, de nem. Na jó, és akkor most az idegőrlés, hogy Hadronox van-e vagy nincs. És bejött neki, basszus. Aha. Király. Tehát megkapja az egyetlen egy lapot a Lich Kingből, ami megoldja a helyzetet. Ugye kelezetünk nincs. Ugye, tehát kelezetünk van, tehát nincs eviszkerétünk, és ha eviszkerétünk lenne, se tudnánk átmenni ezen az összes teherbe vert szaron. Jó. Na, Leroy-ja. Oké, van... van lent 20. 30. Hogy van? Tehát, hogy ez egy 20-as. Ez 40. Hát így elég kevés. Tehát azon múlott a meccs, hogy a csávó a Lich Kingből megkapta az egyetlen lapot, ami megoldotta. Azért az ilyeneket annyira gyűlöl. Ez így nagyon fiasz Batman, de komolyan. Tehát, hogy egyetlen egy lap oldotta volna meg a helyzetet neki, és az az volt, és az nála volt. Fantasztikus. Na és akkor kérdeztétek, hogy miért nem játszottunk létrán ezzel a deckkel, hát azt hiszem itt a válasz. Lehet, hogy ez nagyon faszán működik bárkinek, nem tudom én, magas legendben, de hát itt így nem. Hát ez lett volna most a Shuffle Rogue, én örülök, hogy megnéztetek, és találkozunk holnap a Whitehead végén. Sziasztok!